Ez egy kicsit mocoskodni. Nem akarom erőltetni, kárban elveszíteni. Ez is egy elég speciális hangulatú helyzet. Télen egy szál pulcsiba, naplementébe fárasztani halat. Teljes szélcsend. Hát az utolsó élmények egyike az évben. Ez egy kabát nem ártott volna. Vacsora mellő elszaladtam a kapás hevében. De nincs túl meleg. Sőt, ha nincs a botom, lehet, hogy a vízbe állok meg először. Így csúsztam végig, az állványnál álltam meg, gyorsan felvettem a botot. Téli fürdőzés nem biztos, hogy jól esett volna. Érzi a part közelségét. Még mi az előtt is, mert nem látom. Ő már tudja, hogy nem jó helyre közelít. Egy újabb szép töves közelít a part fele. Ezt már szeretem. Hát itt egy kicsit trükközik, de azért már én onnan bentről kiérkezett. Én úgy gondolom, hogy az elején nagy részével elkészült ő. Nincs merítni, mert összkerékhajtásba kell rakni. Vigyázz, nagyon úgy jár, mint én. Hideg víz ellenére elég jó erőben van még. Igen. Úgy látom, gyűjtött energiát a nyáron rendesen. Hihetetlen. Az ember azt gondolná, hogy ilyenkor már mennyivel lassabbak a halak. Én most pont az ellentétjét próbálják még bizonyítani, mert lassan visszér a líderrel. Na most próbáld meg. Azaz. Itt a szépséget, Tomi. Nem olyan rossz az. Ugye szép. Mire jött ez? Visszahozta. Félszem Big Fish Bolly. Egy azonos ízesítésű tigris magyaróval kikönnyítve. Ezt nem hagyta el. Akár vissza is húzhatom. Nagyon szép. Egy világos színű, erőteljes tépontját tartod a kezeim között. Lesz mire emlékezni majd a téli hónapokban. Hal vissza. Hát most már nagyon kiálltok a kabát után. Irány hazafele. Jól látszódik a képen is, hogy már bőven elhagytam a bújánkat, ami most nem az etetést jelöli, hanem az előttünk lévő terület szélességét, amit horgászhatunk. Egy-egy búját helyeztünk el ernővel, és ez nekünk támpontként szolgál a behúzások folyamán, hogy meddig horgászhatunk gyakorlatilag. Jó 30-40 méterre túlhaladtam a búja távolságán, itt szeretném elhelyezni a szerelékemet. Egy kis plusz csáberű, mivel most egy kereső horgászatot végzünk. Mivel tél van, hideg van, a halak már össze vannak bandázva, most az etetés csupán ennyi, ami a szeléken található. Ezt leengedem, és várjuk a kapást. Alig 13-14 óráig horgászunk. Szerencsénkre, amit taktikát elterveztünk, nagyon jól működik. Pótolni is kell a sztikrúzacskákat, ugyanis nagyon sok szép ponty megfogásához segített minket hozzá. A ponthorgászatról elterjedt az a tévhit, viszont csak hatalmas etetésen lehet komoly eredményt elérni. Ez igaz is a nyári hónapokban, amikor szükség van az intenzív etetésre, de ugye most tél elejét írunk, ilyenkor teljesen más stratégiát kell választani. Mikor már a víz hőmérséklete bőven 10 fok alá csökken, akkor a halak nagyobb bandákban a mélyebb vizek irányába veszik az útjukat. Tehát
első és legfontosabb a megfelelő hely kiválasztása. Ezért mi a tó egyik legmélyebb részét választottuk horgászatunk helyszínéül. Ha már ez megvolt, Ernővel úgy döntöttünk, hogy ezt a helyet egyáltalán nem tetjük meg, hiszen valószínűleg pont ellentétes hatást váltana ki, mint amit mi szeretnénk elérni. Ezért nagyon kicsi, 10 cm-es stick mix rulacsákat készítettünk, amely egy apró, finom szemcsés, viszont nagyon intenzív, tápanyagdús csalogatanyagot tartalmaz. Ebben az egyetlen darabosabb falat, az tulajdonképpen a mi csalink, ami viszont drasztikusan ki van könnyítve, hogyha a hal rászív erre a kis etetanyag felhőre, akkor az csúszna elsőképpen a szájába. Ez nem más, mint tulajdonképpen egy folyamatos keresőhorgászat, ahol csak azért van szükségünk Ernőnek és nekem is egy-egy bójára, hogy a megfelelő támpontot szolgálja. Ez segít a pontos tájékozódásban, hiszen előbb is jól látszott, amikor visszavittem a szerelékemet, hogy a bóján túl 30-40 méterre és attól balra helyeztem el. Így a kapásom lesz, tudom, hogy hova kell azt visszavinni. Igazából most már csak egyetlen egy feladatunk maradt, mégpedig az, hogy legyártsunk egy 4-5 darab sziklúdocskát, hogy esetleges érdeklődés után minél gyorsabban vissza tudjuk juttatni a végszerelékeinket, de akkor kelljen foglalatoskodni vele. Lassan elkészül az 5. rudacska is. Annyi trükk még van az egészbe, hogy mielőtt indulunk behúzni, azelőtt teszeket a rudacskákat, még töményen megáztatjuk kárpszirupba, így növelve annak csalogott hatását. Nem vagyok benne. Hát úgy látom, beindult az üzlet. Jó móka így. Nem vagyok benne pedig. Az enyém erre áll. Jó, hogy legyártottuk a PVA-kat. Kettőre már is szükség lesz. Egy párat csináltunk az éjszakára szerintem. Ennőtt ilyet hol jár? Hát még szerintem messze. Már látom a csomót a lédernek, most jött be a gyűrűk közé. Húsz méteren belül. Minden halomnak érdekes az a kigazott csónak. Nem tudom, milyen szimpatikus benne nekik. Utolsó köröket itt teszik meg, alatta szinte. Látótávolságon belül van a hal. Ebben mind a kettő tigris magyar imitáció? Igen, méghozzá nagy ponty. Hehe, ugyanaz az íz. Mellét, hogy gyorsan szabadítom Ernőnek, mert úgy látom neki, hogy még megy egy hőrt. Szüksége lesz rá. Együttérző, segít nekünk. Ez még nem akarja. Még kerül egyet-kettőt. Végét járja az ereje. Húzd ide, és én már meg is szákolom neked. Van benne egy-kettő trükk. És megint keresi a propellert. Azaz. De szép. Szép töves. Ez igen. Van súlya. Éppen hogy csak a bőr tartotta neki. A csalit is teljes mértékben visszahozta. Ami egy szem meg a spécikon volt fehér rumízesítéssel. Illetve egy szem Black Sweet Old Dodo Boily tetszett meg neki, amit egy 3/4 részénél megvágtam. Úgy illesztettem össze. Alig 2 órája besötétedett,
már is sikerült elég jó pontyokat fognunk. És itt van ez a kettő, ami szinte egy időbe vitte mind a két botomat. Nekem jutott ez a szép töves. Én meg jöttem a lepattanói. Ez a szép tükrösi. Hát azért ez is már 8-9 kiló simán. Hát ez 15 környéke. Szép. Engedjük is vissza őket. Hadd menjenek útjukra. Gyerünk. Hát akkor hagyd menjenek. Verseny a bójáig. Ha? Ez itt döntetlen. Ennyien vezet. Viszont nekem mind a két botom kint van. Kapásra most én várok. Úgyis én visszahúzom. Az éjszakánk szerencsére elég eseménydúsan telt, több szép halat is sikerült fognunk, viszont hajnalra az időjárás is bekeményített, a hőmérő hűgonyszála -4 fokot mutatott, illetve Ernő ujja is. Ennek a filmnek nem titkolt célja, hogy bemutassuk a Haldorado további 2016-os újdonságait, hiszen megy az előző részben Harsányban bemutattuk a Spicy Red Liver, azaz fűszeres vörösmágy ízvilágot. Tegnap este képbe került már egy újonc, ez nem más, mint a Haldorado Carp Syrup termékcsalád, ez lenne az egyik, amit részletesen bemutatnánk, illetve hasznos felhasználási tippeket is adunk hozzá. Állagát tekintve ez egy folyadék. Mondhatnánk aromának is, de ez jóval több, mint egy sima aroma. Nem véletlenül kapta a carp syrup elnevezést. Terméket kézbevéve, jól látszik, hogy egy nagyon sűrű szirupról beszélünk, amely széles felhasználhatóságot biztosít a céltudatos pontyhorgászoknak. Fajsúlyát tekintve egy nagyon nehéz aromáról beszélünk, így biztosan mederfenéken fog terjedni, ahol a pontyokat is meg szeretném fogni. Kimondottan ajánljuk bojlik extra aromásításához, főtt magvak ízesítéséhez, és ahogy mi is használtuk, stick mix rudacskák készítéséhez, ugyanis a termék 100%-ig PVA barát. Az aromák ízesítése jól illeszedik a Haldorado Carp Boyle termékcsaládba, tehát ugyanabban a 7 ízesítésben lesz kapható. Azaz Big Fish, Fermentix, Black Squid, az újdonságnak számító Spicy Red Liver, édes ananász, a White Tiger és a Green Pepper. Ráadásul ebből három, a Fermentix, az édesannász és a green pepper extra mennyiségű flow színanyagot tartalmaz, amely plusz csáverőt jelenthet. Ebből mi most kettő ellentétes ízvilágot ragadtunk ki, az édes vonalhoz a Big Fish-t használjuk, míg a halas fűszeres vonalhoz a green peppert. A stick mixerbe édes vonal a nagy pontyátöt anyagot használjuk, természetesen a carp sziruppal bekeverve, halas vonalon pedig total fish-et anyagot használtunk, némi apró szemű mikropellet fekete tintával ízesítéssel kiegészítve, és ehhez került a green pepper carp syrup, ami megadta a fűszeres jelleget. Sűrűségeit is jól látszódik, szinte megáll az etetőanyag kupasz tetején. Ezt a kétféle ízesítésű rudacskát erőltetjük, és keressük fel a halakat az előttünk elterülő területen. Ahol kapás van, az a területet jobban erőltetjük, így próbálunk keresgélni. A reggeli cseri frissítést követően talán 20 percet kellett várnom, és a balasbotom újra elsült, ez pont egy ilyen green pepper ízesítésű rudacskával kiegészített szelékre jött, ahol a csali egy fél green pepper oldódóbóli volt meg a spécikorn gumikukoricával kikönnyítve.
Nem hagyja magát egy könnyen azért. Méltatlankodik. Most. Úgy van. Még egyszer neki kell fogni, ez bőven 10 fölötti. Viccelsz? Szép. Gyönyörű. Hihi. Ez összejött, ezt szeretem. Akkor egy fogok pontyot, normálisan kitölti ezt a krokodilmatracot. Az már jó hal. Hatalmas öreg tépont. Szép nagyon. Nagyon komoly. Elég tartani. Küzdött is egy hatalmasat. Hát igen, már nagyon lassan jött ki bentről is, aztán még azért a part előtt is tette a dolgát. Nem esett még szó arról, hogy tulajdonképpen hol is horgászunk helyileg. A rutinosabbaknak már feltűnhetett a háttérből, hogy ez bizony nem más, mint Baranya megye gyöngyszeme, a Baranyai horgásztó. Sokat gondolkodtam majd, hogy hol is kellene ezt a filmet leforgatni, viszont 9 éve nem horgásztam Baranyén, és gondoltam visszatérek még egy jó horgásztúrára, megnézzük, mennyit változott a víz, illetve az itt élő halak. Az eddigi fogások alapján úgy látom, hogy a halállomány nagyon szépen fejlődött. Barátaim és kollégáim, akik ide járnak horgászni, ők is hasonló számoltak be nekem. Mivel már a tó méreténél 100 hektáros nagyságrendről beszélünk, ezért is említettük az elején, hogy nagyon fontosnak tartottuk a megfelelő horgászhely kiválasztását. Mi most a tó mélyebb részét erőltetjük. Itt látható a sokat emlegetett irányjelző bójánk, amelyet a változás kedvéért ismét elhagyok, hiszen jóval beljebb szeretném vinni a szerelékemet. Azt azért látni kell, hogy ebben a téli időszakban, szezonon kívül vagyunk, nagyon könnyen bele lehet szaladni egy nagyobb pofonba, betlibe. Így ez a stratégia, amit Ernővel előre otthon még kidolgoztunk, ez a keresőhorgászat, amit más nem biztos, hogy felvállalt volna, úgy látom, hogy abszolút sikeres. Ha ezek után még sikerül egy-két szebb, darabosabb pontot a matracra fektetnünk, az már csak igazán hab lesz a tortán. Ez a túra nem kérdés, eredményes. Ezt is jó darabosnak érzem. Nem vagy ez, csak helyen. Nehezen akar jönni. Pedig ezt se 20 méterre vitted. Hát nem. És látod, nem tudott elfáradni, még kiért a partig. Csali? Ugyanaz, amire az éjszaka jött, az a szép. Te se változtattál? Nem. Csali is még jól látszik a szájába, ami már az éjszaka bizonyított. Oldódó black squid, fehérhumos kukoricával könnyítve. Vissza is engedem ezt a szép tükröst, és utána ejtsünk szót a túrán alkalmazott csalikról is, ami 2016-os újdonság lesz. Az idei évben debütáló Spécikon termés sikerén felbuzdulva, neki láttunk tovább fejleszteni ezt a terméscsálat, hiszen látszott, hogy még számtalan kiaknázatlan lehetőséget tartogat magában. A fejlesztés egyszerre 3 szálon kezdett elfutni, ennek végeredményét szeretnénk most megmutatni. Kezdjük a sort a Spécikon megnövelt változatú verziójával, ez nem más, mint a Spécikon Mega. Ez 6 új ízesítésben kerül forgalomba, ráadásul az aroma választások sem hétköznapiak. Találhatunk bele magyar betyárt, fehér rumot, epres kókuszt, egzotikus annászt, nagy amúr, ugye ezt már ismerjük korábbról is, és pisztáciás csokit. Talán így felülről játszódik a legjobban, hogy mindegyik különböző színekben pumpázik, mindegyikben az alapszín a sárga szín, és ezt egészítettük ki az aromával harmonizáló flószínekkel. Az egyik különlegesség a fehér rum, amelyben a sárga alapszín mellett található flószín is, ami azt jelenti, hogy éjszaka lámpafénynél feltöltve fluoreszkál. Következő szál a Spéci Tiger. Nagyon sok megkeresést kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy mikor lesz a palettán elérhető a gumi tigrismogyoró imitáció. A Spécikonhoz hasonlóan itt van ő is, 4 darab alap barna szín található egy-egy dobozban, és az ízesítéssel megegyező 4 darab fluoszín. Ebben az ízesítések nagyhal, édes tigrismogyoró, kókusz, egzotikus tigris, fermentix
és chili tinthal. Ez utóbbi egy nagyon erős, csípős, fűszeres aromát kapott. Az elején már szó esett arról, hogy három szálon folyt a fejlesztés. A harmadik, ez a spéci magot, amellyel finomszerelékes horgászoknak akartunk kedvezni, ugyanúgy 6-10-ben lesz elérhető, de természetesen ez a termék is részletesen belőszmutatva a későbbiekben. Ami a két termékcsaládban közös, az az, hogy a hagyományos spéci kornhoz képest a csali felhajtó ereje 3,5-4-szerese. Mi ezzel kétféleképpen csalisztunk, az egyik szerint egyszer módodó bojlit falattunk meg egy picit, elszikönyítettük egy ilyen meg a spéci kornnal, a másikban pedig direktben rettünk fel két szem gumitiglis magyaró imitációt. Az eredmény sem maradt el. Most lesz az enyém. Te, ez nem az apróból való. Nem, szép homlokos töves. Volt már horgon párszor, az látszik rajta. Lili a csalinkat visszahozta. Két szem Tiger. Naplementébe zárásként. Itt van egy szép kerek töves. Hát, méltó zárás szerintem. Az biztos. Lesz mire emlékezni unalmas téli hónapokban. Téli itt még valaki vár minket, figyelj csak! Én engedem, te fárasztasz! És ennyi. Hadd menjen téli pihenőjére!